Nehezen indult az évad a Móri Zsigmond Színházban. Az évadzáró társulati ülésen Kirják Robert igazgató erre a Delila körüli jogi vitát említette példaként, majd a koronavírus okozta leállás is megnehezítette a munkát. Ez idő alatt a közönséggel való kapcsolattartást az online térbe helyezték át, több mint 200 videót osztottak meg közösségi oldalukon. A nézők szeretetét mi sem bizonyította jobban, mint hogy 4600 bérletes nézőből közel 3600-an lemondtak a koronavírus miatt a bérlethányadukról, így közel 9 millió forinttal támogatták a színházat. Az évad azonban nem csak a járványról szólt, számos fejlesztést tudhat maga mögött a teátrum. Két fejlesztést emelnék ki, több volt, de kettőt mindenképpen kiemelnék. Az egyik a színház konditermei szaunája teljes felújításon esett át. Ez egy 5 millió forintos emmi támogatásnak volt köszönhető, illetve a színészházban 10 vendéglakás teljes körű felújításon esett át. Ez egy 10 millió forint értékű emmi támogatásnak volt köszönhető. Az évadzáró társulati ülés része az új tagok köszöntése, és mindig van olyan is, akitől búcsúzni kell. Az egyik ilyen Kónya Merlin Renáta, aki 3 év után távozik a Móri Zsigmond Színházból. Nyíregyháza Nívó díját idén Puskás Tivadar kapta, aki 20 év után befejezi színészi pályafutását. A társulat vastapssal és könnyes szemekkel búcsúztatta a színművészt. Csodálatos volt, az kétségtelen. Tehát azért ez a 20 év, ez nem tűnik el nyomtalanul, mert 20 évet adtam itt az életemből. Nagyon élveztem, meg hogy mondjam, hogy nagyon élveztem, hogy nagyon szeretnek. Tehát azért ez itt egy olyan közönség van, meg olyan város, ahol szeretik a színészeket, mindenütt kényeztettek, és ennek nagyon örültem. Reméltem, hogy vissza is kaptak tőlem valamit a színpadon keresztül. Nyilván idős vagyok, tehát úgy gondolom, hogy egyszer csak egy pályát abba kell hagyni. Ennek a gyümölcsét kéne élvezni, és ezt szeretném a továbbiakban. A maradék 40 évenben. Az ő búcsúztatása a következő évadban válik teljessé, amikor egy szereposztás váltásnak köszönhetően együtt játszhat majd a Napsugár fiúk című darabban fiával, Puskás Petivel és barátnőjével, Dallos Bogival. A bejelentés mellett számos díjat is átadtak a pénteki ülésen. Szavazataink alapján a hátsó színpad alapítvány díját idén, és egy kívánomnak teszek eleget, Bugyi Zokni Harisnya, Éjjel Bokor Gabika. Lipó díjat kapott Dézsi Darinka, az Aranyceruza díj Tanyik Zsófiához került, Tóth Károly pedig a Móricz díjat vehette át. A Kelet színészek 2020-ban Széles Zita lett. Nekem nagyon-nagyon kedvenc előadásom volt az idei Mesél a Bécsi Erdő, amit én nagyon, magát színdarabot is nagyon-nagyon szeretem, és szerintem egy nagyon izgalmas szereposztásban játszhattuk. És nagyon-nagyon szerettem a kollégáimat, és az egész előadást nagyon-nagyon kedveltem, és én nagyon örülök, hogy ezt azt hiszem a nézők is szerették. Mert az is talán ritkább, hogy nem egy zenés, vagy nem egy vígjáték, ami viszi a pálmát, hanem nagyon jó eleső érzés, hogyha egy dráma, vagy egy klasszikus írás is akkora tömegeket tud vonzani, ami szerencsésen ez az előadás, ez a Mesél a Bécsi Erdőbe vonzotta az embereket, és ez nagyon-nagyon nagy adomány, és tényleg nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy én ezt eljátszhattam, és nagyon boldog vagyok, hogy szerettek minket. A társulat ülés zárásaként pedig bemutatták a 2020-21-es évad programját is. A nyitó előadás az Édes Charity lesz szeptember 5-én, majd érkezik többek között a Funny Girl Szente Vajk rendezésében, a gyerekdarabok közül pedig a Csillagszemű Juhászt és a Szafit láthatják majd a nagy színpadon.